A határ védelme érdekében történt 1940 és 1944 közötti harcokról szóló konferencia sorozat nyitó eseményének a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér megyei levéltára adott otthont. A rendezvény sorozatot a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség álmodta meg. 80 éve történtek ezek az események. Nem vagyunk egyedüliek, akik a 80 éves események sorozatáról megemlékeznek, de nekünk, mint a Honvéd Hagyományőrző Egyesületnek kötelességünk az 1920-1945 év közötti Magyar Királyi Honvédség harcainak, cselekményeinek és személyeinek emlékét őrizni, ápolni. Lévai Miklós hozzátette, a cél az volt, hogy ismertessék az 1944-es eseményeket, amikor eléri a front a Magyar Királyság történelmi határait, egészen 1945-ig, amikor elhagyja Magyarországot a front. Az előadások fehérvári kötődései miatt került az első konferencia a Fejérvár megyei levéltárba. A mai konferencia egy hat alkalomból álló konferenciasoratnak az első alkalma. Célunk, hogy a konferenciát mindig azon a helyen rendezünk, ahol a történelmi események megtörténtek. Nyilván a nézők erre rögtön szólnak, hogy a ezéves határvédelme hogyan kerül Székesfehérvárra. Ugye logisztikailag nehezebb lett volna megoldani Erdélybe ezt a konferenciát, bár autentikusan mindenképp mondjuk Kolozsváron jobb hely lett volna. Az egész napos találkozó egyik előadása bemutatta, hogy 1939-ben Magyarország hogyan került közel ahhoz, hogy bekerüljön a második világháborúba, milyen lépéseket tett, hogy elkerülje. 1939-ben ugye sikerül Magyarországnak egy semleges álláspontra helyezkedni, és gyakorlatilag 1941-ig meg tudja őrizni ezt a helyzetét, miközben azok a revíziós törekvések, amelyek megfogalmaznak a trianoni békediktátum aláírása után, sorra rendre, vagy legalábbis részben teljesülhetnek, hiszen 1938-ban már ugye kicsit korábban az első bécsi döntés a Felvidékkel, 39. márciusa a Kárpátalja, 1940. augusztusa szeptembere Észak-Erdély és a keleti országrészek, és 41. április a májusa a Délvidék a visszatérés. És a kérdés csak az, hogy ezt követően azt a nagy világégést, amit neveznek, aztán el lehet az ország határaitól, hogy így mondjam, távolítani, vagy pedig rákényszerül az ország belépen. Szakály Sándor hozzátette, Magyarország nem tudta kivédeni a német és olasz nyomást. Először azt gondolták, hogy gyors lefolyású háború lesz, de az álom nem valósult meg. A konferenciának Kárpát erődítésről, a tordai csatáról is hallhattak a résztvevők, és Hollósi Kuti László életútját is megismerhették.